Lord,
Thank you.
mit békességben könyörgünk az Úrhoz. Uram, hírd alhat! Oltalmazd ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, hírd alhat! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülős mindenkor szűz Máriát, minden szenttel együtt említvén, önmagunkat egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert jóságos és ember szerető Isten vagy, téged dicsőítünk, Atya és kivész szent lélek, most és mindenkor és örökkedre sír. Oh.
bölcsesség, igaz hívőt, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Lukács Evangéliumának olvasása. Figyelmeztünk, abban az időben Jézus betért egy faluba, egy Márta nevű asszony befogadta őt házába, volt neki egy Mária nevű húga, aki Jézus lábához ülve hallgatta szavát. Márta pedig sürgött forgott a sok házi dologban, egyszer csak megállt és így szólt, Uram, nem törődsz-e vele, hogy húgom egyedül hagy engem szolgálni, szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt neki, Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a legjobb részt választotta, amely nem is vétetik el tőle. Történt, hogy miközben ezeket mondta, egy asszony a tömegből felkiáltott, boldog a mi, amely hordozott és az emlő, melyek tápláltak téged. Ő pedig ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják Isten szavát és meg is tartják. Kedves testvéreim, augusztus 15-e van az Isten szülő Szűz Mária elszenveredése és dicső mennybe vitelének az ünnepe. Öröm ünnepre gyűltünk össze, nem gyász szertartásra. Bár egy közülünk befejezte földi életét az Isten szülő Szűz Mária, de mégis az ő halála nem egy az átlagos emberi halálok közül, hanem így nevezzük, hogy elszenderedése. Az Isten szülő elszenderedése, amely jelzi azt, hogy egy különleges dologról van szó. Ő már testestől, lelkestől az isteni dicsőségbe ment át. Tehát Máriának nem csak a lelke dicsőült meg az ő halála után, hanem a teste is. Ezzel jelölvén az utat mindannyiunk számára. Az emberiség első tagja, aki már a mi Urunk feltámadása után az ő testében is megdicsőült. A mi Urunk így tanít, aki hisz bennem, az nem esik ítélet alá, hanem átmegy az élet, a halálból az életre. Vagy úgy is mondhatnánk, a halálon keresztül az életbe, az örök életbe, az isteni életbe. Mária az, aki már átment a halálból az életre. Az élet anyja nem maradt a romlásban. A Bibliában igaz, hogy nem olvasunk a mai nap eseményeiről semmit, de a szent hagyomány megőrizte ezt számunkra, amely kifejeződik a liturgikus szövegeinkben, főleg az előesti vecsernyében, a ma reggeli útrenyében, és persze a tropárban, kontákban is kifejeződik a szent hagyomány és az ikonban, az Isten szülő Szűz Mária elszenderedésének az ikonjában. Az ünnepi előesti vecsernyén így imádkoztunk, isteni parancsra a dicső apostolok a föld minden határáról a felhők szárnyain vitetvén a te tisztaságos testedhez hozattak, a magasságbeli mennyei erők pedig legtisztább testedet hódolattal fölemelék, s a mennyekbe vivék, áhítattal kiáltván fel, íme a királynő, Isten jegyese érkezik. Két apokrif is leírja az eseményeket. Csak az egyikből szeretnék egy kis részletet idézni. Tamás apostol, így írja az egyik apokrif, szintén
késett, nem volt ott, amikor a többi 11 már összegyűlt az isteni sugallatra, hogy Máriától elbúcsúzzanak és eltemessék, és már a sírja le volt zárva. De Tamás szeretett volna elbúcsúzni Máriától, és ezért felnyitották a sírt, de már Mária teste nem volt ott. Viszont leírhatatlanul jó illat áradt a sírból. A mai ünnep nagy reménység számunkra, hogy a halál az nem a pusztulás, nem a megsemmisülés, nem az élet vége, hanem egy lépcsőfok, amelyen keresztül átköltözik az ember, reményünk szerint mindannyian, az örök dicsőségbe. Aranyszájú Szent János így tanít minket, nem veszed észre, hogy a jelen való élet ideiglenes és mulandó, vándor vagy a földön pedig, nem pedig állandó lakos. Érted, amit mondtam? Nem élsz itt, hanem csak átmenőben vagy. Ne mondd, hogy ez vagy az a városod fenn, a magasban van, itt csak út van. Amíg itt élünk, minden nap csak menetelünk. Ha betérsz egy vendégfogadóba, mondd, feldíszítheted-e azt? Nem. Csak eszel iszol, sietsz tovább folytatni utadat. Ne ragaszkodj hát a földiekhez. Úgy gondolom, hogy keresztény életünk mindennapi feladata az, hogy kilépjünk a kronoszból és átlépjünk a kairoszba, magyarul, hogy kilépjünk a földi idő és tér kereteiből, és már megízleljük itt és most az örök élet ízét, ha még csak cseppekben is, de akkor is van erre lehetőség. Testvéreim, a túlvilág létezésében mindig hitt az ember, csak az elmúlt évszázadokban az úgynevezett felvilágosodás korával jött el az, amikor az ember már kezdett kételkedni az örök életben, a földi élet utáni, vagy a földi életen kívüli életben. Mert az ember életének középpontját a szívéből a fejébe tette át, ugye Descartes híres mondata, cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. A mai ember úgy él, hogy azt hiszi, hogy a gondolkodás a létezésének a csúcsa, és visszatért az ősbűn kísértése, ha rám hallgattok, fogtok tudni mindent, jót és rosszat. És az ember azt hiszi, hogy a minden tudással a legfelső szintre jutott, a létezés legfelsőbb csúcsára. Csak az a gond, hogy az Istenbe vetett bizalmat felcserélte a tudásra, de a tudás nem ad nekünk örök életet, csak az mindeneket teremtő Isten az, aki örök életet ad nekünk. Ha nem az eszünkre, hanem a szívünkre hallgatunk, akkor megtapasztalhatjuk mindannyian a belső bizonyosságot, hogy örök életünk van. Mint ahogy a 6 év alatti kisgyermek számára, gyermekek számára nem kell bizonyítani Isten létezését, mert evidencia magától értetődő számára, csak felnőve ebbe a világba már sajnos elveszítjük ezt a spontán hitünket, ezt az átöröklött, megkapott hitünket, mert a szívünk kihűl lassan a hideg környezet hatására, és a ráció által, az értelem által, vagy inkább ész által vezérelt életet éljük. De fontos, úgy gondolom, arról is beszélni, amiben ma úgy sokan hát nem csak kételkednek, hanem szinkretista módon beengedik keresztény hitükbe a reinkarnációt, a ugye újra földi életbe való visszatérést, de mi keresztények nem hiszünk a reinkarnációban, mert a halál az nem feloldódás a személytelenben, hanem megérkezés a személyesbe. Nem visszatérés az ős energiához, hanem hazatérés a személyes szeretethez. Nem visszahúzódás az időtlenbe, hanem kiáradás az örökkévalóba. Nem visszatérés az alacsony rendűbe, hanem extázis a magasabb rendűbe. Nem megsemmisülés, hanem kiteljesedés. Az Úristen úgy teremtett minket, hogy a szeretet látja és veszi észre a halhatatlan életet, hogyha
valakit nagyon szeretünk, akkor a szívünk tudja, belső bizonyosságunk van arról, hogy a halál nem választhat el minket tőle. A halál csak a földi életünket tudja megsemmisíteni, a szeretetet azonban nem. Senki sem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől, még a halál sem, írja Szent Pál. A halálnak csak a test fölött van hatalma, de a szeretet fölött nincs. Szeretnék idézni Dosztojevszkijtől, a nagyon rossz írótól: minél nagyobb előrehaladást ér el a szeretetben valaki, annál jobban meggyőződik majd Isten létéről és lelkének halhatatlanságáról. Ha pedig eljut a felebaráti szeretetben a teljes önfeláldozásig, akkor kétségtelenül szilárdan hinni fog, és semmilyen kétely nem férkőzhet többé a lelkébe. Önmagunkban találhatjuk meg tehát a bizonyítékát arra, hogy Isten létezik és van örök élet. Csak oda kell figyelni a szívünk szavára. A szeretetben egyszerre nyilvánvalóvá válik ez. A halál utáni élet tehát nem egy logikus gondolatmenet következménye, hanem a hiteles szeretet tapasztalatban tárulkozik fel előttünk. Hogyha valóban az isteni ön ajándékozó szeretetet éljük, akkor eltűnnek hitbeli problémáink. A szeretet és a hit mélyen összefügg, összetartozik egymással. A földi életünk vége, a halál, az úgy is mondhatnánk, hogy az egyénből személyé válunk, ha ezt a két kategóriát használhatjuk. Az egyén az, aki birtokol, aki itt a földön keresi, csak itt a földön keresi boldogságát, a személy azonban az, akit az önzetlen szeretet éltet. A halálban mindent itt hagyunk, amit birtoklunk, és csak azt visszük át, amik vagyunk mi. Így is mondhatnánk, hogy a létezésre kell tenni a hangsúlyt, nem a birtoklásra, mert a megoldás mindannyiunk számára a megnyílás, hogy az isteni életet befogadhassuk. Az Istennek való önátadás. Az egyik ókeresztény, vértanú atya, amikor az őt kivégző katona megijesztette, hogy hát ha nem tagadod meg Krisztust, akkor most menten meg fogunk ölni téged. És így válaszolt, hogy tőlem semmit nem tudtok már elvenni, én már régen odaadtam mindent az én Uramnak. Hát ez a helyes életszemlélet, és nem csak szemlélet, hanem élet maga, gyakorlat, amikor úgy élünk, hogy nekem már semmim nincs, én már mindent odaadtam az én Uramnak. A halál sem tud tőlem semmit elvenni, mert benne élek, benne akarok élni. És bizony, minél görcsösebben ragaszkodunk az egóhoz, a birtokláshoz, e világhoz, annál többet fog elszakítani tőlünk a halál. És minél inkább az isteni szeretetben élünk, annál kevesebbet tud elvenni tőlünk a halál. A minket körülvevő világ persze azt harsogja, hogy az én jogaim, az én kapcsolataim, az én, mindig az én van a középpontban. Ne higgyünk ennek a hazugságnak. Az élet az mindig az önajándékozó szeretetben van. A halál az ego páncélját összetöri, az önző, birtokló ember páncélját összetöri. De aki már mindent átadott Istennek, azzal nem, abban nem tud kárt tenni. Testvérek, a tiszta isteni szeretet Máriát teljesen betöltötte. Benne és általa, rajta keresztül szabadon áradhat most is az isteni élet. Ezért halála természetes módon, halála után rögtön bebocsátást nyert a mennyei dicsőségbe. Ezt ünnepeljük, ezért adunk hálát a mi Urunknak, az ő édesanyjáért, ami mennyei édesanyánkért, hogy egy közülünk átment a halálból az életre, és a Mária feltámadása mély kapcsolatban van Krisztus Urunk feltámadásával, mert megelőzve az ítéletet, a végső napot ő már
az örök élet dicsőségében van. Amen. Segítse őket Szent Katolikus és Apostoli Egyházával. Ments meg könyörű oltalmas, csőrizd meg őket Isten a te kegyelmeddel. Hogy ők is velünk együtt dicsőítsék legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor örökké. Távozzatok, senki a jelöltek közül ne maradjon. Hívők mindnyájan ismét és ismét békességben könyörüljünk az Úrhoz. Uram, oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, bölcsesség, mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökké. Amen. Ismét és ismét, békesség,
mindnyájatokról igaz hitű keresztények emlékezzék meg az Úristen az országában, mindig most és mindenkor sörökkön rökké. És Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy őrizzen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörülj, és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Hogy ezt az egész napot tökéletesen, szentül békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békessége, kérjünk az Úrtól. Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülős mindenkor szűz Máriát, minden szenttel együtt említvén önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Ha te egyszülött fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos, elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor sörökköd rökké. Thank you.
Isten szeretete és a Szentlélek közöltetése.
Pásztorunk Ferenc pápáról és Isten szerető fülött metropolitánkról, tartsd meg őket szent egyházainak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben. Oh,
Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. Thank you.
üdvözítsd Isten a te népedet, és áld meg örökségedet. Oh,
Nagyon szépen köszönöm meg Püspök Atyának, hogy a mai templom búcsunkon is velünk együtt ünnepelt és vezette a Szent Liturgiát. Ugyanígy köszönöm szépen Kis Attila Sajó pápolói parókus atyának, aki a mai napon a szentbeszédet mondta, és nagyon sok minden igyekezett fölhívni a figyelmünket. Külön köszönöm gondolatait is. És László atyának, aki még az oltárnál volt, nem megfeledkezett Polyák Imre atyáról, aki a gyóntatásban vállal szolgálatot. Köszönöm kispapoknak, teológiai hallgatóknak, hogy asszisztáltak, illetve még az éneklést is egy kispapunk vezette. Plusz és természetesen köszönöm a távolabbi előkészületeket, a templom takarítást, a környékének, a rendetételét, az asszonyoknak a sütést, odakint majd senki ne szaladjon el, remélem egy pogácsa, egy pohár víz mindenkinek fog jutni. És hát régen nélkülözzük már, körmületet nem tartottunk, most számolgatunk talán még ebben az évben sem, most a templom búcsú alkalmából azonban elindulunk a körmületre, és a Szent Liturgiát majd odakint a körmület végén a templom előtt a szokott helyen fejezzük be. Tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be,
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test vágyából, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És akiket testvélet és közöttünk lakozott, és láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki kegyelemmel és igazsággal teljes. János tanúságot tett róla, és fennhangon hirdette. Ő az, akiről azt mondtam, aki utánam jön, előttem lett, mert előtt volt, mint én. Mi mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre fogadva, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. Dicsőség, Isten Uram! Dicsőség is, bölcsesség! Magasztalni a lelkem az Isten anyának a földről az égbe való átköltözését. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk. Dicsőség néked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, adj áldás, Uram! Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imájától, kinek elszenderülése, fényes emlékét ma fényesen ünnepeljük, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantinápoly főpüspökének, szent és istenített és atyáinknak, és minden szentjeinek a eredés által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor, és örökkön örökké. Yeah.
apusának és híveinek, az itt lévő vendégeknek adjon békességet, edészséget és áldást. Számos boldog éven át. Egészséget és áldást, számos boldog éven át.